Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Egy újonc, ifjú Bedő Dávid, a Momentum frakcióvezető helyettese. Szép jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves nézőket is. Üdvözlöm a kedves nézőket, Breuer Péter vagyok, és ez a Pirkadat, a heti televízió reggeli politikai magazin műsora. Az örökkévaló jóvoltából 5782, Ijár havának 23. napján vagyunk. Míg a polgári naptár szerint 2022. május 24-e és kedd van. Ma az eszterek ünnepelnek. 196 évvel ezelőtt született Adler Mohr festőművész. A nap folyamán emlékezni fogunk rájuk. A várható időjárás 14 és 24 Celsius fok között várható, de több mint valószínű, hogy lesz ennél melegebb is. Öltözenek rétegesen, nagyon figyeljenek oda folyadék háztartásukra, főleg a piciknél és az idősebb korosztálynál. A Magyar Nemzeti Bank közleménye szerint az euró középárfolyama 3,8219, ez persze nem jelenti azt, hogy ennyi pénzért kapnak is egy eurót. Míg az amerikai dollár 3,5831, és ne fecséreljük a drága perceket, kezdjünk beszélgetni Bedő Dáviddal, az országgyűlés új tagjával. Milyen érzés volt az esküt letenni? Hát leginkább az első szó, ami eszembe jut, az a szürreális. Ugye nyilván mi egy 17 óta létezik pártként a Momentum, azóta egy mozgalom vagyunk, azóta az utcán politizálunk, az emberekkel beszélgetünk, és most beülni az országgyűlésbe, ami egy régi célunk és vágyunk volt, fura volt. Először is nyilván volt benne egy rossz szájíz, mivel azért egy elég nagy választási vereség után vagyunk, egy újabb fideszes kétharmad után vagyunk, és ez számunkra azért elég fájó volt. És az eskü napján pedig... Tetszettelek volna jobban dolgozni, és akkor jobb eredményt értek. Nem a munka mennyiségével volt gond. A minőségével. A minőségével, meg ugye sok más... Vagy meg kellett volna gondolni, hogy kikkel állnak össze. Elég sokan kielemezték már most az elmúlt hetekben, hogy mi történt a választások alkalmával. Sajnos ez most nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Mit szóltak a szülei, illetve a nagyszülei? Örültek, büszkék voltak arra, hogy bekerültem, illetve hogy a Momentum bekerült, de természetesen a választási eredménynek ők sem örültek. Értem. Ha jók az információim, akkor a Corvinuson végzett közgazdász. Így igaz. Van-e valami csodaszere a jelenleg közelgő gazdasági világválságra, mert mint közgazdász feltételezem, hogy a Momentum belül a közgazdasággal is fog foglalkozni. Nincs, csodaszerem nincsen. Azt gondolom, hogy azért, hogy egy előttünk álló gazdasági válság azért nyilván a globális gazdasági feltételeknek is ki van téve. Azért egész Európa szerte elég magas inflációt láthatunk most. Azt viszont szerintem kijelenthető, hogy most a jelenleg a kormány az nagyon sok mindent nem tesz annak érdekében, hogy megfékezze ezt az inflációt. Szerintem csodaszer senkinek a zsebében nincsen. A Momentumon belül fogok én is foglalkozni gazdasági ügyekkel, de azért sok közgazdász van a frakciókban, köztük Orosz Anna is, akinek szintén közgazdasági diplomája van. Értem, de hát azért a kormánynak még nem volt ideje, a pár nap volt, ma alakul meg tulajdonképpen a kormány, tehát együtt önökkel még nem tehettek semmit? Igen, ez kétségtelen, de azért az elmúlt fél évben azért nem lesz olyan nagyon nagy változás a kormányban olyan szempontból, hogy ezt a kormányt kivezeti, és a pénzügyminiszter személyében sem lesz változás. Nyilván lesz mellette még négy másik gazdasági ügyekkel foglalkozó miniszter is, ami azért elég furcsa, hogy öt gazdasági ügyekkel foglalkozó miniszter lesz. Lehet, hogy azért, mert ennyire fontosnak találja ezt a miniszteret. Igen, ez is lehet. Mi inkább azt gondoljuk, hogy ez a jelenlegi új kormányzati struktúra, amit felállítottak, az inkább azt a célt szolgálja, hogy a hatalom meg legyen osztva a miniszterek között, és senkinek ne legyen úgymond túlhatalma. Ilyet már láttunk azért korábban is a miniszterelnök úrtól. Hát ezt a történelmi könyvekben meg lehet találni, nincs ebben semmi új. A kérdés az, hogy önök mennyire fogják az ország a választók érdekeit képviselni, részt fognak ebbe venni? Ha vannak ötletei, meg fogják-e osztani a kormánnyal? Ha a kormány valami olyan javaslatot tesz, ami tényleg a célt szolgálja, mennyire fognak közreműködni? Igen, abszolút. Mi őszintén hiszünk abban, hogy az országgyűlés azt a célt szolgálja,
hogy közösen megvitassuk az ország ügyeit, és hogy ha vannak olyan ügyek, olyan előterjesztések, amelyek az ország ügyét szolgálja és a népet szolgálja, akkor maximális mértékben támogatni fogjuk. Ugyanakkor hozzá szeretném azt is tenni, hogy sajnos az elmúlt 12 évben az országgyűlés az eléggé ki lett üresítve, valójában nincsenek megvitatva ott az ország ügyei, a kérdések, az előterjesztések, a kormánypárt az erővel átnyom minden javaslatot, amit szeretne, és tulajdonképpen semmilyen javaslatunkat nem fogja befogadni, ezt már most tudom borítékolni. Bárcsak talán meg lenne, kéne próbálni. Meg fogjuk próbálni. Hamarosan jön a költségvetésnek a vitája, ezt júniusban fogja a 2023-as országgyűlés, vagy a 2023-as költségvetés az országgyűlés elé terjeszteni a kormánypárt, és akkor ott is fogunk nagyon sok javaslattal élni, hogy mi hogyan kormányoznánk ezt az országot, és mi mire fordítanánk a magyar adófizető pénzét. Milyen bizottságokba kerültek be? Én jelenleg az Európai Ügyek Bizottságában vagyok, és ezen kívül még 12 másik bizottságban vannak Momentumos társak. Ugye nekünk egy fontos alapelvünk volt, hogy a parlamentben pont azért, amiket korábban itt elmondtam, hogy ki lett üresítve az országgyűlés, mi díszpozíciókat nem vállalunk, szóval se bizottsági elnöki pozíciót nem vettünk fel, se bizottsági alelnöki pozíciót nem vettünk fel. Egyáltalán ajánlottak önöknek? Mert igen. Könnyű nem fölvenni, hanem ajánlani. Nem, úgy néz ki ez, hogy általában a tulajdonképpen ugye arányosan, mandátum arányosan oszlatják el a helyeket, bizottsági elnöki, alelnöki és tagsági helyeket, és itt az ellenzéken belül az ellenzéki pártok beszélik át, hogy akkor... Elnézést, de az én feladatom az, hogy minden jobban fölidegesítsen. Természetes, és a maximumot kihozzam önből. Csak nyugodtan. Azért nem vették föl a bizottság elnöki vagy alelnöki posztot, mert nem érzik, hogy elég erősek, vagy mert nem akarják a felelősséget vállalni, vagy miért? Egyik sem. Azért, mert azt gondoljuk, ezekkel a pozíciókkal valódi felelősség nem jár, többet nem tud tenni az ember az országgyűlésben, jobb szakmai munkát nem tud végezni, ugyanakkor viszont ugye extra pénz jár ezekért a pozíciókért, és önök nem szeretik ebbe, a pénzt, nem szeretnek ebbe részt. Nem azért vagyunk a parlamentben. Na de hát valamiből önnek is cipőt kell venni. Persze, de azért van elég, van elég forrás ugye frakció támogatásoknak, a frakcióknak, akik ott ülnek, hogy ezeket a pozíciókat ne vegyük fel. És például egy ilyen előterjesztést benyújtanak a parlamentbe, hogy takarékoskodjanak a pénzzel? Mármint az költségvetéssel kapcsolatban? A költségvetés, az adófizetők pénzével, hogy például a bizottságoknak járó plusz pénzeket. Ez egy kiváló ötlet. Meg kell néznünk azért a 2023-as költségvetés, ezt még nem kaptuk meg, és amikor ez elénk kerül, akkor több szempontból ezt meg fogjuk vizsgálni. Nyilván azért lesznek olyan fontos dolgok azért, hogyha megnézzük, hogy a pártoknak mennyi pénz jár úgymond, vagy mennyiből finanszírozzák a parlament működését, az eltörpül sok más nagyobb. Képviselő úr, a parlament előtte bejutottak nagyon sok helyen. Igen. A helyhatósági irányításba. Mennyire voltak ott sikeresek, és mennyire sikerült ott a koalíciós együttműködés? Nagyon változó, ez lenne az első gondolatom. Nézzük például a legborzalmasabb kerületet, aki a legjobban levizsgázott, 7. kerület. A 7. kerületben. Ugye a 7. kerületben 3 képviselővel voltunk jelen, és azt gondolom, hogy a képviselőink tudtak azért dolgozni az önkormányzatban. Nyilván ott volt valamennyi koalíciós feszültség, de szerintem természetes, hogy 6 párt, valahol 5, valahol 6 párt nehezebben tud együttműködni, és több. Nem egyszerű. És azért több egyeztetésre van szükség, több beszélgetésre van szükség, és ez természetes, hogy vannak azért feszültségek, de azt tudom mondani, hogy mindenhol, ahol Momentumos képviselő van az önkormányzaton, működik az önkormányzat, vannak előterjesztéseink, vannak javaslataink, és én kimondottan büszke vagyok arra, hogy az első, mert azt szeretném azért hozzátenni, hogy nekünk az önkormányzati választáson is ugye az első alkalom volt, hogy polgármestert adtunk, képviselőket adtunk, az első 2, és most vagyunk nagyjából a felező vonalnál, még fél év van, vagy még 2,5 év van hátra a ciklusból, az 5 éves ciklusból, és bízom benne, hogy tudjuk ezt a munkát folytatni az önkormányzatokban. Próbált ön már a 7. kerületben például közlekedni? Igen, gyakran járok. Ez attól függ, hogy ez kinek, autóval viszonylag nehéz. Autóval ez viszonylag nehéz. Viszonylag nehéz, lehetetlen. Igen, nehézkes, de azért azt gondolom, hogy a belvárosban nem feltétlenül kell
hogy autóval járjanak az emberek. Természetesen azok a 80 fontos, éves emberek, akik a belvárosban laknak. Természetesen fontos. Tanuljanak meg repülni? Vagy nem, nem, ők nem, de természetesen akik ott laknak, azok fontos, hogy el tudjanak jutni az otthonukhoz, és ott tudjanak előtte parkolni, főleg az idősebbek. Na jó, nézze, és az családok. Igazság kedvére azt kell mondani, hogy a 6. kerületben van egy polgármesterük, így igaz, aki nagyon jó ötletekkel állt elő, és a lakosságnak fenntartott pontosan parkolás követésre méltó. De miért kell ezzel várni? Miért nem lehet kapásból mindenhol ezt bevezetni? Az, hogy minden parkolóhely a lakosságnak legyen? Nem, minden kerületben. Hát ugye itt a 6. kerületi polgármesterünk Soproni Tamásnak a ötlete, javaslata volt ez, ők ezt ott a kampányban meg is ígérték tulajdonképpen, ez egy fő javaslat volt már rögtön az elején, és amint tudták, ezt bevették, ezt nem minden polgármester szeretné átvenni, nagyon-nagyon mások a viszonyok azért, főleg a 6. kerületben, egy belvárosi kerület, ott nagyon-nagyon kevés parkolóhely áll rendelkezésre. Most mindjárt még kevesebb lesz, mert a bicikliknek megint csökkentették. Tehát először a kávéházaknak, aztán a bicikliknek, úgyhogy mindjárt a levegőbe kell megállni. Tehát szerintem azért ennyire nem vészes ez a helyzet. Még azt akartam hozzátenni a 6. kerület, hogy azért sokan járnak oda más kerületekből. Sok ügyet intéznek a 6. kerületben, azért mégiscsak egy belvárosi kerületről van szó, így azért sokan parkolnak ott, akik nem 6. kerületiek, és a Soproni Tamás pont ezt szerette volna. Éppen ezért adtuk meg neki a kreditet, különben nem szoktunk senkit dicsérni. Dicséret az majd akkor lesz, hogyha a következő fordulóba is megválasszák. Mit érez, amikor belép a parlamentbe? Van egy ilyen erős hűha hatás. Azért mégiscsak egy olyan épületről van szó, ahol magyar történelem nagyjai ültek, szóltak fel, és politizáltak itt az elmúlt... Tehát ez kötelez is egy kicsit, elmúlt. Nem? Igen, igen, abszolút. Van egy ilyen kötelesség érzés is, és hát egy gyönyörű épületről van szó. Amennyire szép kívülről, annyira szép belülről is, de azért valahol egy szomorúság is fog el. Ugyanis én azt gondolom, és azt érezzük mindannyian a Momentum frakcióban, hogy ezt azért lehetne jobban csinálni, itt lehetne valós... Hát itt a lehetőség, hogy ennek megmutassák. Így hogy... igen, csak közben pedig azért ellenzékből ez elég nehéz. Ez elég nehéz, és azt érezzük a kormánypárti képviselőktől, hogy királyok nem igazán kíváncsiak. Királyok általában először trónörökösök. Ez így van. Ez és azokat az éveket is ez túl kell élni. Ezzel maximálisan egyetértek. Akkor nézzük az ellenzék hatalmas bukását. Az ellenzék kellőképpen megbukott, mert nem úgy viselkedett, ahogy kellett volna, de minthogyha ez folytatódna. Tehát ha körülnéz, kinyitja a rádiót, televíziót, nehogy Isten a lapokat megnézi, akkor ahelyett, hogy építkeznének, mintha tovább rombolnának. Van azért itt a választások után egy ilyen periódus, amikor azt gondolom mindenki egy kicsit rendbeszedi a sorait, és az ellenzéken belül is igaz ez a sorbarendezés. Természetesen most is vannak, és biztos vagyok, hogy a jövőben is lesznek konfliktusok az ellenzéki pártok között. Hát úgy szerint a parlamenti élet, hanem mindenbe értenek egyet. Máshonnan jövünk, más háttérrel, más identitással, más elképzeléseink vannak Magyarországról és a világról. Szóval ez azt gondolom, hogy természetesen, hogy hat ilyen ellenzéki párt között vannak konfliktusok. Természetesen, amikor egy kicsi időszak, azt gondolom, hogy megengedhető egy ilyen választási vereség. Mennyire után zöldek önök? Mennyire vagyunk zöldek? Igen. Ezt lehet valamilyen fokmérőben mérni? Nem, mert ugye van két párt is, aki azt mondja, hogy ők zöld pártak. Én meg szeretném megérteni, hogy mi ez a zöldség. Mondjuk a 6. kerületi polgármester az legalább a műfüvet, mert az műzöld, felszedeti az Andrássy úton, ott az útszélen műanyag füvek vannak, és normálisan helyre teszi a talajt, és igazi fű lesz. De én arra gondoltam, hogy mennyire fontos az, hogy milyen az áram, honnét jön. Ez a legfontosabb, vagy vannak más sorrendek is? Hát sok fontos kérdés van így a klímakérdésen belül. Én azt gondolom, hogy a Momentum alapvetően egy nagy rész fiatalokból álló párt. Tehát egy élhető világot nagy rész fiatalokból álló párt, és nekünk nagyon-nagyon fontos az, hogy milyen világ lesz előttünk, és milyen világot hagyunk magunk mögött. A mi korosztályunkban és a mi mentalitásunkban, és ez nem csak korosztály függő, ezért szeretném kiemelni, majd egy teljesen általános dolog, hogy tényleg egy klímakatasztrófa előtt állunk, komoly gond van most jelenleg.
Most van legalább 3-4 katasztrófánk. Van klímakatasztrófa, gazdasági katasztrófa, békekatasztrófa. Úgyhogy... Igen, de most kimondottan a zöld ügyekről kérdezett, ezért válaszolok most. Igen, a kérdésem következő. Lehet, hogy ez ilyen riogatónak hangzik, hogy klímakatasztrófa, de tényleg gond van. Most azt vetítik előre, hogy gyakorlatilag 2050-ig 3 fokos emelkedés lesz. Hát igen, májusban esik a hó Floridába, tehát nem minden. Ez nagyon-nagyon komoly, akár 1 fokos emelkedés is, amit már lassan elérünk, az már nagyon-nagyon komoly természeti csapásokhoz vezet. Szóval nekünk ez egy fontos kérdés, abszolút igen. Röviden van még 2 percünk. Ez a 2 perc ajándékba önnek, mert kezdő. Itt van Jákob a robotkamera, nézzen a szemébe, és beszéljen az otthon ülőkkel, akik vagy most nézik, vagy majd az ismétlésben nézik önt. 2 perc öné. Hú, ez felkészületlenül ért, megmondom. Na, hát ez a pláne benne. Így hirtelen 2 percet kell beszélnem az ügyekről. Én azt gondolom, hogy ezt akkor azt a 2 percet egy aktuális ügyről szerettem volna megosztani önökkel, úgyis pont ma, a mai napon fog a parlamentben 2 nagyon-nagyon fontos dolog történni. Az egyik a 10. alkotmánymódosítás a Magyarországnak, a másik pedig a minisztereknek az eskütétele, és ez két azt gondolom, hogy meghatározó ügy Magyarország szempontjából. Kezdjük az alkotmánymódosítással, ugye ez a Gránit-Szilárdságú alaptörvény, ez most már 10. alkalommal kerül módosításra, talán annyira nem Gránit-Szilárdságú. Ezúttal most azt találták ki, hogy a háborús helyzet miatt, amely a szomszédban van, és igen elkeserítő, emiatt lehessen bevezetni rendeleti kormányzást. Ugye a veszélyhelyzet alatt, a koronavírus alatt is rendeleti kormányzás volt, és ez azt gondoljuk, hogy ez nagyon-nagyon megtetszett a kormánynak, nem kell az országgyűlés elé vinni a különböző törvényeket, határozati javaslatokat, kormányhatározatokat, és ezt szeretnék folytatni. Mi ezt az alkotmánymódosítást ebben a formájában így nem tudjuk támogatni, és nem is szeretnénk, mert azt gondoljuk, hogy a háborúnak a 80. napján jut eszükbe, hogy alkotmánymódosítást kell bevezetni ezzel kapcsolatban, ott hatalmi politizálásról van szó, és semmi másról. És az új kormányról pedig. Az új kormányban 5 gazdasági ügyekkel foglalkozó miniszter van, nincsen egészségügyi tárca, nincsen oktatási tárca. Ez utóbbi talán a 2 legégetőbb kérdés ma jelenleg Magyarországon. És itt most nem csak az elmúlt 12 évről van szó, hanem az elmúlt 30 évről van szó. Ez a 2 tárca és ez a 2 ügy Magyarországon, ez mindig problémás volt, és talán erre kéne a legtöbb forrást és a legtöbb energiát szentelni. Kedves nézőim, az elmúlt negyed órában egy ifjú titánt láttak Benő Dávid személyében, aki a Momentum frakció vezető helyettese, az új parlamentben, természetesen a parlament tagja. Visszavárjuk, és hogyha valami történik önnel, akkor jelentkezzen. Most előzetesek, és már is jövünk vissza, következő vendégünk Tordai Bence a Párbeszédből, ő is országgyűlési képviselő, és ha jól látom, akkor frakcióvezető is lett. Tehát akkor most előzetesek, és már is jövünk vissza, ne menjenek sehol.